Star Stable PC második rész, most direkt nem Star Stable Online mondtam, mert hát ugye ez nem a Star Stable Online, ugyebár igen, tudjuk. Szóval, mint látjátok, istállópont ügyileg itt már elkezdtem működni, de hát ugye még messze vagyunk a jóságtól. Szóval, most átjöttem ide, mert a következő feladatunk itt van, és valószínűleg vissza kell majd mennünk oda, ahol elkezdtük. Úgyhogy nézzük meg, milyen feladataink vannak, és akkor meglátjuk. Reményeim szerint ma már meg lesz a 8-as szint, talán. Madár eledel? Nem tudom, meg kell néznem. Gyere vissza egy kicsit később. Amúgy egyetértek Jack Veszkal, még nem tudom mi ez. Jacku lesz. Jackuval. Mindenképpen gondoskodnunk kell kis barátainkról. Na, egérvadászat. Szia Karajmairé, nagyon örülök most neked. A kismacskám úgy belakmározott a halból, hogy csak fekszik és alszik egész nap. Teljesen felhagyott a vadászattal, az egerek megellepik az istállómat. Segítenél? Nem tudnád elkapni őket? De persze, én azért vagyok itt, hogy elkapjam őket gyorsabban. Szia Karajmairé, van egy tippem. Ha versenybe akarsz szállni a Dietrich lovas versenyem, egyre szarabú, mondom, tudom. Edzened kell a lovat, hogy gyorsabb legyen. Liza sok jó tanácsot tud majd adni neked. Keresd meg őt. Jó. Mentsd meg a madarakat az éjhalaltól. Szia Karajmari, jó híreim vannak Jackónak. Találtam egy zsák madáreledet. El tudnád vinni, hogy kis barátaink ne éhezzenek a télen? Persze, elviszem. Vigyázat, egerek. Ezek az egerek megőrítenek. Szeretném már... Mi szerintem már átjöttek a folyón, nem lovagolnál le Erikhez a istállóba. Mondd meg neki, hogy tartsa nyitva a szemét, különben meglepetés éri. Jó van, 6 a varázsszám. Szia Karajmairé, látom, elég jól megy az ugratás. Itt az ideje valami újat tanulni. Kátya sokat tud az ugratásról. Kialakított egy különleges pályát nem messze innen. Egy 6 tagból álló összetett akadályon kell átlovagolni. A neve Sixbar, menj és nézd meg. Mondtam, hogy valamelyikbe benne lesz Kátya is. Na, de most először foglalkozunk az egerekkel, mert az olyan marha izgalmas. Kicsit ráközelítek a térképre. Cselezek. Na, ez neked egér, ez csíkos mókus, kikérem magamnak. Ez csíkos mókus. Hát nézzenek oda, nincsenek tisztában a csíkos mókusok fontosságával. Hát ez felháborító. Be fogom perelni a hiten, meg a Stabenfeldet. Beszivatott a rohadt izéika, bizéika. Na, hol van a következő? Itt van. Vera, gyere anyucihoz. Úgy ne. Te is gyere. Na, igen. És ott van még egy. Jó, egy feladat. Ölj ki, végez. Hoppá, vedd már föl. Amúgy azt tettem észre, hogy itt ebben a másik részben már többször mozog a ló. Tök jó. Ügyes voltál, ügyesebb egérvadász vagy, mint a macskám. Remélem vissza se jönnek. Na, oké, akkor most egyelőre visszamegyek, tele vagyok zöld pöttyökkel. Akkor először visszamegyünk, mert ez van viszonylag a legközelebb. Utána átmegyek Kátyához. És akkor utána ellesek, azt hiszem ez Liza, és utána akkor Erik, mert ott két feladatom is van. De miért purcan ki hamar ez a rohadt dög? Hát nem hiszem el. Ja igen, most itt még madárkajákat kell ki. Bizékálnom. De már most rosszul van a lovam. Ezen változtathattak volna, vagy valamit korrigálhattak. Opa, valamit korrigálhattak volna rajta, mert... Ez kész agyrém amúgy, hogy ilyen hamar kidöglik ez a rohadt dög. Hát a valóságban nem hal ki ilyen hamar. Ja. Madár elede, csodás, micsoda meglepetés. Most végre méltó bánásmódot kapnak kis barátaink. Rendben, kis barátom, gyerünk, fogd ezeket a kimért adagokat, és helyezd el a madár etetőben. Siess, hallom, milyen éhesen csipognak. Hát én nem hallok semmit, úgyhogy ez nem jött be. Aha. Na, hol van az első ilyen madár etető? Itt van az első. Leszek egy darabig, úgy érzem.
a teli beggyel biztosan gyönyörűen fognak énekelni. Szép munka volt. Hetes szintre léptünk, nagyon királyok vagyunk. És itt most nincs is több feladatunk már, úgyhogy átmegyünk Kátyához, és megnézzük azt a jó kis ugratópályát, utána elmegyünk Lizához, ott viszont a verseny nem biztos, hogy megcsinálom, majd meglátjuk, aztán utána átmegyünk Erikhez, mert nála is van pár feladatunk még, és valószínűleg úgyis vissza kell ide jönnünk, szóval Lizát is útba tudjuk ejteni. Úgyhogy egyelőre nézzük meg Kátyát! Igen, nem szokásom az úton közlekedni, tehát ez ilyen. Na lássuk. Szia Kátya, rohadjál meg. Szóval Henrietta küldött. Örülök, hogy megismertelek Karaj Majré, tehát érdekel, hogyan lehet legyőzni a Six Bard. Ez egy nagy erőpróba. 6 meredek akadály lesz felállítva egymás után és sorban, amelyek egyre magasabbak. Szólj, ha készen állsz a próbára. Mellesleg egyébként tök furcsa, mert aki a Starshine-nal játszott, annak lehet, hogy furcsa lesz, hogy ilyen kedvesek itt a Starshine-ból levő karakterek. Nekem furcsa is egy kicsit, de igazából nincsen vele bajom. Nos, készen állsz a Six Barra, jól van. Ez jó gyakorlás lesz a lovas versenyre. Ne feledd, hogy mit tanultál itt a völgyben. Ha odafigyelsz, sikerülni fog. Ne feledd, hogy csak akkor állítom meg az órát, ha elérted az utolsó ellenőrző pontot. Jól van. Mi lehet ebben olyan nehéz? Fél percet végig kell mennem rajta. Jól van, opera. Na, menjünk. 1, 2, 3, 4, 5 és 6 elkúrtam, mindegy, csak egyet hibáztam. De nem értem, ha elrúd, ha ki... Mi? Na jó, ezt hagyjuk. Ezzel nem akadok fönn, mert én sem tudom, hogy mi történt most. Na mindegy. Na tehát. Szinte tökéletes, láthatóan elsajátítottad az alapokat, szólj, ha indulsz az éremért is. Oké. Már szintet is léptünk, gyerekek, hát akkor ebből lehet, hogy 9-es szint is lesz. De most nem fogok itt érmekkel szarakodni, lemegyünk Lizához, és megnézzük, hogy mi a marha nagy helyzet véle. Aztán utána, hát lehet még oda a túlsó részre is átleskelődök. Meglátjuk, hogy mi a Na, Liza. Szia Karaj Majré, igen, én vagyok Liza. Ha tényleg gyors akarsz lenni, edz a Pelerini téli pályán. Nagyszerű útvonal, szólj, ha készen állsz a próbára. Hát nem állok rá készen, úgyhogy nekem ez nincs most lelki energiám, de itt azért még körülnézek. És akkor másik oldalon visszamegyek, ott is van még feladat. De most nekem ehhez nincsen kedvem, és ahogy elnézem, a lovamnak sincsen, úgyhogy megspórolok magamnak egy másfél órát az életemből. Na, de lássuk, hogy arra mi van, ugyanis ott van még egy lovaglópálya, amit igazából nektek nem említettem, már csak azért sem, mert totál kiment a fejembe, hogy kettő van. Úgyhogy most megnézzük, hogy itt mi van, de azt hiszem itt az egyik bácsi van talán. Olyan, aki Veldélben van. Anvil Bay lovarda. Na, lássuk. Mit tudunk itt alkotni. Itt ezen a pályán még szívesen végigmegyek, de Liza pályáján biztos, hogy nem. Nincs az az Isten. Ja, azért mondom, itt a bácsi van.
fagyos tél. Szia Karai Majri, sokat hallottam róla, remélem tudsz nekem segíteni. Amióta elromlott a kályhám, annyira fázom, hogy szinte ide vagyok a földhöz. Itt van a megrendelésem ezekre az alkatrészekre. Oda kell adnom Anthonynak Meanderben. Remélem tudsz nekem segíteni és elviszel. Ja persze, úgyis arra megyek. Meg szeretném hívni az egyik barátomat egy teára, de nem nagyon szeretem ezt az időjárást. Megkeresni nekem Trót urat és áthívnád egy teára? Nagyon hálás lennék, persze. Hova kell menni? Ó, oh, király, útban is van, és van is ott feladatom. Úgyhogy akkor gyorsan átszánkózok hozzá, és akkor legalább ezzel is előrébb vagyunk. Szerintem itt most már tényleg meg lesz a 9-es szint majd, csak nyomok itt egy alvást, mert nem szeretem, amikor sötét van a játékban, és úgy kell feladatoznom, mert szart se látok, és szerintem nektek se olyan jó élmény azt nézni, hogy konkrétan kisüti a szemeteket. Mert hogyha még egy music videó égeti ki a szemeteket, még azt mondom, hogy rendben van, mert azért nyilván annak van egy olyasfajta lényege, hogy azért legyen látványos, de azért szerintem ezt nem kell húzamosabb ideig annyit nézni. Na, lássuk, hogy a francba fogok én oda átjutni. Nem akarom megkerülni, úgyhogy több mint valószínűleg megpróbálom átúszni. Feltéve, hogyha át tudok úgy menni. Aha, itt is van ez a cucc. Ja. Akkor beszéljünk a bácsival. Bácsi, szia bácsi! Azt mondod, hogy menjek át egy csészeteára? Ah, milyen kedves, igazán nagyon kedves, de át kell gondolnom, bonyolult döntés ez nekem. Nagyon bonyolult, de azért köszönöm, hogy szóltál. Már hetekkel ezelőtt rendeltem egy damit Jackótól. Ez erősebb annál, amit most használok. Remélem, egy igazán nagy halat fogok majd vele megkérdezni Jackót Pelleriniben, hogy megérkezettem el. Na jó, csak nem most. Azt majd szerintem egy következő részben fogom nektek megmutatni, hogy ennek mi lesz a következménye. Megtaláltad, ez is túl. Na, szuper, akkor ennek örülök. Jó tanács, bár szerintem ezt már az első részben is láthattátok. Sose menjetek a rendes útvonalon, hogyha nem éppen egy hegységről van szó. Már csak azért sem, mert tök fölösleges. Tehát itt is látjátok, hogy van itt mindenféle hülyesség, de tök fölösleges. Tehát fogjátok, itt szépen végigmentek. Én most lehet, hogy ezt pont becumiztam, de nem. Vagy te? Hát ja, ezt most pont becumisztam, de nem az a lényeg, tehát amúgy arra is el lehet menni, csak az most kerülő, de nem kell mindig az úton menni. Hogyha csak egy ilyen sík terepet láttok, mint ami itt is van a játékban, majd meg fogom mutatni nektek azt is, bár már a múltkori részben is arra mentem, akkor szerintem fölösleges az úton haladni, hiába nem tudjátok, hogy hova kell menni, megyetek az 5 pont felé, és ennyi. Szóval nem kell szerintem ebből a ügyet csinálni. Na nézzük! Te mit mondasz nekem? Kályha alkatrész kell neki? Fázik? Remélem van belőle raktáron, nem akarom, hogy Stevenson úr halára fagyjon. Egérírtás. Szia Karai Majré! Hallottam, hogy a pelerini embereknek gondjuk támadt az egerekkel. Itt van egy adag egérméreg, vidd el Jackónak, hogy legyen neki tartalékban. Oké, itt van, tudtam, hogy itt lesz valahol. Itt van minden alkatrész, amire szüksége van. Nosza, vidd el neki gyorsan, hozzáírom a számlájához. Mondd meg neki, hogy a fizetés ráért tavasszal. Ó, de cuké. Na, és akkor meg is lesz a 9-es szint, hogyha leadom azt a feladatot, ami a másik oldalon van. Ugyebár Eritnél. És akkor megitatom a lovamat, mert már itt fog nekem dögleni a végén. Ha én most oda visszamegyek. Na, lássuk. Hogy miért nem küldtem Jackónak karácsonyi lapot? De hiszen küldtem, biztos vagyok benne, hogy küldtem. Teljes mértékben. Na de mindegy, majd kap egyet jövőre. Na, egy szintet is léptünk, ügyesek vagyunk. Egerek, ide tartanak? Most mit tegyek? Ki kell találnom valamit. Köszönöm, hogy szólták a Raj Majré. Csípd el őket. Végre ideje felkészülni az egerek érkezésére. Itt van 5 csapda, helyezd el őket úgy, hogy a rágcsálók kinrekedjenek. Hallottad? Mindent el akarom kapni. Jó. És hova tegyem mégis? Ja? Csak komolyan ide rakjam ki kívülre. Ez is komoly. Hát, oké. Okay. Jó kis logika, bár nem igazán értem, de hát biztos. Biztos úgy van.
Biztos neked van igazad, haver. Oké, jön a kövi. Ezt a Starship-ből online-ban is utáltam, hogy ennyit kell várni arra, hogy ezért, hogy töltsön meg ilyenek. Miért nem lehet csak szimplán odarakni? Senki nem fog érte megharagudni, de ez csak plusz időpocsékolás szerintem. Na! Szép volt, de nem biztos, hogy ez elég lesz. Érzem, hogy valami hiányzik. Sajt nélkül csapda. Hát persze, sajtot is kell tenni a csapdába, különben az egerek észre sem veszik. Nem lovagolnál át Antonyhoz, hogy nincs valami jó sajtja? Persze. Figyelj! Hombre, amíg én kapok tőled XP-t, addig megcsinálom. Azon gondolkodok, hogyha nem csinálom meg az összes versenyt, akkor vajon megkapom azt a fő versenyes cuccot, szerinted? Na majd meglátjuk. Sajt? Egy pillanat, megnézem. Sajnálom, kifogytam a sajtból, az összes elfogyott. Menj át inkább Jackóhoz, Pelerinibe, hát ha neki van. Te meg rohadjál már meg, hogy átküldesz. Jó, akkor... mindegy, menjünk erre, mert tulajdonképpen úgyis... Ott is van feladat, amit le kell adni. Úgyhogy átnézünk oda, meg leadom ott is a feladatokat, aztán szerintem mára ennyi, mert már a lovam is azt mondja, hogy elég volt. Szegény mindjárt megdöglik. Jó, mondjuk én voltam a hülye, mert most elfelejtettem megállni. Adni neki piát, meg ilyeneket, de hát most basszus, nem értem, miért nem tudnak egy olyan játékot csinálni, amiben nem döglik meg az az eszköz, amivel konkrétan játszunk. Szóval... nem is értem. Na mindegy, itt meg. Nagyszerű, végre bemelegíthetek egy kicsit cserébe, egyszer szívesen megtanítalak egy ugratószámra, ahol ha hibázol, büntető másodperceket kapsz. Csak szólj, ha ráérsz. Na, gyerünk. A büntetőidős futamon nem kapsz hibapontot. Ha levelsz egy akadályt, ehelyett a futamidőhöz büntető másodperceket adnak hozzá. Ha lejár az idő, akkor kizárnak a versenyből, de ha eléred a célt és teljesítetted az összes akadályt, akkor győztél. Elég egyszerűnek hangzik, ugye? Hát akkor rajta. Na, nézzük meg. Fingom nincs, hogy ez milyen, de majd mindjárt meglátjuk. Nem emlékszem én már ilyenekre. Csak annyit tudok, hogy a lovam fog megdögleni. Ha-ha-ha. Nem tudom, hogy hogyan... Na, hát ez nagyon jó. Ezt is beszámolja, ha átmegyek rajta. Na, hát akkor ez... Hát jó, hát gyerekek, első körbe újra kezdjük, nem baj. És hogyha így ugratom át... Hát jó. Mi a szar? Na, elrontottam. Nem baj. Még próbálkozom. Ott a kövi. Ráfordulok, és elrontottam. Lelassítok. Na most itt merre lesz a... az út. Oké. Elrontott a Szilvi. Nem baj, még van idő, még van idő. 1.40 alatt kell megcsinálni. Futi, 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 futi! Fú!
Na gyerekek, ez necces volt, de megcsináltam. Az a baj, hogy rohadtul nem vágom a sorrendet. Szép kör volt, mintha eddig csak ezt gyakoroltad volna. És egy kicsit sem zavart, hogy a talaj még nem melegedett fel. Szólj, ha elindulsz az éremért, szerintem tudod, hogy mit kell tenned. Hát jó van, köszönöm szépen, de inkább kihagynám. Csak ez az egy feladatod van? Nem. Na. Karaj majré, barátom. Ha tényleg fejleszteni akarod a lovagló tudásod, van valaki, akivel beszélned kell. Alexnek hívják, a tereplovaglás a specialitása. Mondd meg neki, hogy üdvözlöm. Na, hol van Alex? Oh, ott a francba. Hát akkor ez odébb lesz. Még előbb átmegyünk Pelerinibe, és ezt majd csak a következő rész alkalmával fogom nektek megmutatni, hogy mi is az a tereplovaglás Alex szemszögéből ebben a játékban. Igen, itt van. A kérdés csak az, hogy megtalálom-e, valahol itt lesz a dobozban. Nem akartam leszállni, de most már mindegy. Egér méreg? Nekem? Ez az Anthony egy igazi barbár. Hogy gondolhat arra, hogy meggyilkolom szegényeket? Igaz, hogy kárt okoznak azzal, hogy megeszik a sajtomat, de sohasem bántanám őket. Sajt? Erik csapdáihoz? Tudod, mit gondolok az állatok elleni erőszakról? Ez egyszerűen kegyetlenség. De vár, talán találunk valami megoldást. Sajtok sajtja. Itt van a legszagosabb sajtom. Annyira szagos, hogy biztos beválik majd, de Erik sosem érti meg miért. Annyira szagos, hogy távol tartja az egereket az istállótól. Így Erik és az egerek is boldogok lesznek. Nem rossz megoldás, ugye? Persze. Végre megtaláltam, tudtam, hogy itt lesz valahol. Vidd el ezt a Damir Trout úrnak. Biztosan örül majd. Jó fogást kívánok neki. Akkor ezt kivégeztük. És ismét itt fogjuk zárni a sztorit, és innen megyünk majd tovább, leadjuk megint a zöld feladatokat, aztán meglátjuk, hogy meddig terjed itt a szintkorlát, viszont ha már itt vagyunk, akkor gyorsan elosztom ezeket a pontokat. Menjen Pelesbe ez is, úgyse kell már olyan sok szerintem, úgyhogy 35-ig meg ez, és ez is. Az ápolásra nem rakok semmit, minek rakjuk. Úgyhogy gyerekek, köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben, és legközelebb jelentkezem a következővel, és remélhetőleg a 11-es és 12-es szintet is elérjük a következő szint folyamán, ha csak nem a 11-es a maximum. Úgyhogy ezt majd hamarosan meg fogjuk látni. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!